4時。Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújt cseléje védőkar, a Damjan és János. Nagy Sándor József. Lázár Vilmos. Gróflejningen Westenburg Károly. Török Ignác, Schweider József, Poltenberg Ernő, Láner György, Deseffi Arisztid, Gróf Vécsei Károly, Aulik Lajos,
Knézics Károly. Kis Ernő. Kezdem, hogy ez talán a történelem azon kevés szobrai közé tartozik, amely sokkal többet volt raktárban, mint valóságban felállítva. Ugyanis, hát mondjuk úgy, hogy a történelem igencsak szomorú sorsot szánt neki. 1890-ben ugye felállították, tehát maga a szobor, ez ugye Zala Györgynek az alkotása, de ő már a kettes számú szobrász volt, mert az első számú szobrász Huszár Adolf az meghalt. És akkor ő, mint fiatal szobrász tehetség vette át, és átdolgozta, és maga ez az alkotás szebb, mint az eredeti. Tehát mondjuk ebben az esetben jól jött ki a dolog. Miután felállították a szobrot, nem itt volt a szabadságtéren, volt, hogy menjünk arra felé és megmutatom. És hát nagyjából ugye a monarchia bukásáig, Trianonig ott is állt a szobor, majd miután ugye Romániához került Arad, azután hát először bedeszkázták, most el lehet képzelni egy nagy teret, és akkor ezen ilyen bedeszkabódé, hogy hogy nézett az ki. És akkor azután ugye a 1923-24 után lebontották, tehát szétszették darabokra. Egy része, tehát azok a domborművek, a vértanúk domborművei, azok a múzeumban kerültek, az összes többit meg az aradi várba vitték, és jó ideig, tehát nagyon sokáig az aradi vár árkában volt, tehát úgy totálisan úgy kitéve mindenféle a természet mindenféle sorscsapásának. És akkor ettől a pillanattól kezdve egészen a II. Világháború végéig senki nem tudta pontosan hol van, mint van és hogy néz ki. A 40-es évek végén volt azért nálunk is ilyen pillanatnyi nagy nemzeti, akármicsoda, összefogunk munkás transzkarita történet, és akkor volt egy pillanat, amikor már nagyon úgy nézett ki, hogy talán újra fel lehet állítani, már a talapzatát meg is ásták elméletileg a téren, hogy na majd újra fel fogjuk állítani, de ugye azután jött 56, és akkor azután, na, ez le volt totálisan fújva, és így maradt voltak éppen a szobor egészen 1995-98 környékéig, amikor nagy nehezen ilyen román-magyar államközi szerződés eredményeképpen egyeztek meg abban, hogy a szobrot egyáltalán megnézik, hogy hogy néz ki a várban, kihozták a várból, felállították a minorita rendháznak az udvarán, és elkezdték restaurálni. És ez is tartott, és majd végül 2004-ben volt az, amikor megint ilyen magyar-román államközi szerződés eredményeképpen úgy döntötték, hogy felállítják a szobrot, de nem az eredeti helyén, mert ott már egy ilyen hős román katona szobrja van. Hát, hogy általában ez itt Erdélyben szokás, meg lehet még önöknél is szokás volt ez a tipikus sztálinista szobor, úgy katona is így tovább. Hanem akkor kitalálnak egy másik helyet, és akkor ezt a helyet találták ki, itt piac volt, ilyen tűzoltó piacszerűség. Hát árultak itt mindenfélét, tehát amit úgy lehet. Az a lengyel piac, ami szokott Magyarországon, és egy nagyjából olyan stílusú volt ez is. Na, azt ugye ledózerolták, és kinevezték ezt a teret úgynevezett megbékélési partnak. Tehát ugye ez a német-francia megbékélési mintájára csináltak egy ilyen megbékélési parkot is. És akkor a parknak az egyik végébe felállították ugye a szabadságszobrot. Itt is volt egy kis zűr, mert mikor először felállították, akkor nem pontosan arra felé nézett, mert később kellett a szószoros termére elfordítani a szobrot, tehát Magyarországról hoztak egy óriási darut, ami felemelte és picit elfordította, ugyanis a román szobrász elkészítette azt az emlékművet, az a tipikus, ez ilyen diadalívszerű emlékmű, ami a román 1848-at, hát mondjuk jeleníti meg. És hát most, hogy is mondjam, tehát így most a szobor, van egy terünk, és a téren ott van ugye a 248, most úgy mellékesen, ha nagyon belemászunk a történelme, ami nem mindig jó azért erébe belemászni a történelme, de kicsit fura, hogy ugye egy téren van az a szobor, ami a román 48-nak állít emléket, és a román ugye az osztrákok oldalán harcoltak Schatzberg kb. Végig, de hát most megbékéltünk, és akkor így lett ebből egy megbékélési tér. Mindenképpen jobb így, hogy itt van, és nem Isten tudja, hol eldugva, vagy egy udvaron úgy bezárva.
Tehát nagyjából én azt mondanám, hogy ez lenne magának a szobornak a története.